keresem a szavakat, de azt gondolom, hogy a földi paradicsom az egyik legjobb kifejezés arra, amiről fogunk most beszélgetni, hiszen Kisnánán működik a Bari Tanya, és ez egy olyan hely, ahol a gyerekek igazán koszosak lehetnek, és igazán fáradtak lehetnek, de az elért eredményekre meg igazán büszkék lehetnek. És hát még milyen boldogok voltak akkor, amikor kiderült, hogy az ott táborozók egy kis szűk csapata, egészen pontosan a csattanó maszlagok és az ő tómentő akciójuk a világhírű etológus Jane Goodall figyelmét is felkeltette, nem is akárhogyan, hiszen májusban szerencséjük volt találkozni vele magyarországi látogatásuk során. Így van, és nagyon sok szeretettel köszöntjük vendégeinket itt a stúdióban, Tari Tündét, a Tanya vezetőjét, és a fiatalok Szabó Tari Nóra, Szabó Tari Kinga és Cserged Zsombor. És ha nem haragszol, akkor először a fiatalokat kérdezném, hogy milyen élmény volt ez nekik, és pontosan mi volt ez a túlval kapcsolatos környezetvédelmi akció, amit ti véghez vittetek. Zsombi, nem haragszol, ha a hölgyeké az elsőbség, ugye? Hölgyek. Ugye a tóval jutottunk be, ezáltal mit csináltunk? Volt egy akció. Hát, csak egyszerűen, amit csináltunk, azt mondta. Bátran. Jött egy nagyobb csoport, körülbelül annyi idősek voltak, mint mi, és vödrökben, élőláncba vittük a vizet a tóhoz, hogy a békák mélyebbre tudjanak menni a földben, hogy ne halljanak ki a szárazságban, és hogy a tavirózsák túléljék. De jó ezt hallani. És ugye nagyon fontos, most akkor az ifjú fiatal emberhez fordulok, mert hogy ugye beszélgettünk itt pár mondatot az adás előtt, hát te vagy a filmes mindenese ennek a kis csapatnak, a megörökítője? Nagyon fontos része vagy akkor a csapatnak. Igen, én szoktam fölvenni azokat a dolgokat kis telefonnal, amiket szoktunk csinálni, aztán megvágom, és elküldöm Tündének, azokat ki szoktuk tenni. Most például a Békástó megmentése videó kin volt a Heolon is, kin van a YouTube-on is. Úgyhogy igen, igen, én szoktam csinálni ezeket. És akkor sikeresek voltatok? Meséljetek egy picit erről, hogy hogy sikerült végül is ez a kis akciótok. Jó volt igazából. Én nagyon élveztem. Először azt hittem, hogy nehéz lesz, meg ideges voltam, de nagyon jó volt, és úgy sikerült ott annak a körülménynek megnyugtatnia, pedig nagyon izgultam. De jó ezt hallani. És ugye ti tagjai vagytok egy nagy nemzetközi családnak is, ez a Roots and Shoots, gyökerek és rügyek, ugye? És ezek általában ilyen fiatalokból álló nemzetközi csoportok a világ minden táján, és ugye a cél az, hogy bármiféle pozitív környezetvédelmi változást indítsatok el a saját kis, pici kis világotokban, hiszen minden lépés számít. Mik a ti célkitűzéseitek? No? Több ilyen kisebb Roots and Shoots csoportot létrehozni több helyen, hogy több környezetvédelmi területet tudjunk magunkénak. Ez nagyon jól hangzik. Tünde, hogyan lehet mindezeket a célkitűzéseket a Bari Tanyán és az odajáró gyerekeken keresztül, meg hát nyilván az ő szüleiken, felnőtteken keresztül minél inkább megtámogatni? Nagyon sajnálom, hogy nincs itt most az a kislányunk, aki az inspirációt adta ehhez az egészhez. A Bari Tanyán a csatanó maszlakba, akik már úgy számítanak és számolunk velük. A beugró az volt, hogy írjon egy 5 perces PPT-t, hogyan tudja csökkenteni az ökológiai lábnyomát. Tehát ezek a gyerekek már innen indulnak 12 évesen. És ő kiszámolta, hogy 312 darab PET palackot nem vesznek meg, ha a bubis vízről átállnak a SodaStreamre. És innentől kezdve ez így nagyon, nagyon inspirálólag hatott rám. Az idei terveimben most az a beugró, hogy mindenki olvassa el Jane-től a reménykönyvét, tehát ez a beugró, és erről fogunk majd utána, ha megérkeznek, beszélgetni. Tervezzük azt, hogy elmegyünk állatmenhelyre látogatni és kutyákat sétáltatni, és miután van egy fantasztikus operatőrünk, és olyan végtelen jó lelkű gyerekeim ebben a csapatban, hogy ha ők megsétáltatják azt a kiskutyát, akkor hozzánőlnek.
elmennek, utána hazajönnek, írnak róla egy olyan szöveget, amivel ők tulajdonképpen így örökbefogadó gazdái lesznek, és szponzorálják, hogy valaki fogadja őket örökbe, mert ők már személyesen találkoztak, és akkor ennek a kiskutyának... Ezeknek a pozitív élményekkel. A pozitív élmények. És én most annyira vagyok feltöltve ezzel az egésszel, én most jöttem haza Kapolcsról, ahol a Művészetek Völgyében volt szerencsém ott a Zöld Szigeten előadni ezeket a rucánsúcsos dolgokat, és nagy meglepetésemre a felnőttek érdeklődése nagyon-nagyon számottevő volt, ahol különböző projektötletek merültek fel, hogy például vannak lakóközösségek, amiket zavar ez a fogkefére nyírt picike fű, amivel nem találnak már benne életet, és ők most harcolnak azokért a területekért, ahova még méleg előtt lehetne tenni. Ott is vannak nagyon-nagyon gyakran nézeteltérések abból adódóan, hogy szabad-e megtartani egy fecskefészket, vagy akkor inkább ott takarítás legyen alatta. Most a kis csapatunkban felmerült, és pályáztunk most erre a Jane Goodall intézetnél, hogy veszünk kislapátot, kisseprőt, és mindenki a maga környékén azt a fecskefészket úgymond örökbe fogadja, és csak képzeljétek el, te mész a pékségbe, és ott látsz egy 10 éves gyereket, aki söprögeti minden reggel, akkor szerintem olyan megindító, amikor azt gondoljuk, hogy ha ők megteszik, akkor hát mi hogy nem. Igen, ebben, amit mondasz, az az érdekes, hogy ez egy kicsit fordított helyzet, hogy a gyerekek érzékenyítenek minket. Igen. Én azt hiszem, az ő meglátásuk fontos. Tűnt egy kicsit, mesélj nekünk világhírű etológussal való találkozásról, ugye Jane Goodallról van szó, májusban volt ez. Május 8-án, pont a születésnapomon. No. És ez valami olyan katartikus élmény volt. Minket nagyon stresszeltek előtte, hogy nem szabad közelebb lépni hozzá, nem szabad interjút, nem szabad aláírást kérni, nem szabad, semmit nem szabad, és jöttek folyamatosan a riporterek, a fotósok, a biztonságiak, a minden, és akkor, amikor megjelent a Jane, egy fénygömb az egész nő, 89 évesen, akkora vitalitással, és akkora figyelemmel, és odajött a csapatomhoz, és értő figyelemmel nézte a gyerekeinket, és mindenkire volt egy kedves pillantása, és most 10 perccel ezelőtt kaptam meg a fotóstól azt a képet, amikor így a vállamra tette a kezét, és csak annyit mondott, hogy jó lesz ez, így csak csináld. És ami még a Jane-től nagyon-nagyon-nagyon át kellene venni talán az egész világnak, most ebben a klímaszorongásban és ebben a nyomasztó légkörben mindenki másikra mutogat, mellesleg mindenkinek 3 ujja saját felé mutat, ezt érdemes átgondolni. Ő azt mondta, hogy most, hogy végre 8 milliárdan vagyunk, 8 milliárd embernek adatott meg a lehetőség, hogy azt a keveset megtegye. És ha azt a sok keveset összeadjuk, akkor jobb lehet a világ. Tiéd a szó, én ezután nem tudok megszólalni. Igen, nehéz, igen. Meséljetek, zombi lányok, hogy ti a magatok kis környezetében mit tesztek meg nap mint nap azért, amiről az előbb is szó volt, hogy egy picit szebb környezetben, egészségesebb jövőben tudjunk élni. Zombi, nálatok mi a helyzet? Az egyik a legfontosabb a szelektíven gyűjtés, de ez már a legalapabb dolog. Akkor ott van a kertetek, zombi. Hát persze, hát a kertünk is ott van, amit csinálunk apával, tehát például volt egy nagyon, nagyon csúnya, szürke fal lent az udvarom, és elhatároztuk, hogy befuttatjuk növénnyel, és a sikerült is megcsinálnunk, most már teljesen be van futtatva vadszőlővel. Meg hát ugye az erkélyünk is már úgy van megcsinálva, hogy tele van növénnyel, tehát amikor kiülünk és beleszagolunk, és árad be a sok-sok növényillat, és az olyan jól esik, tehát mi ezt tesszük így a környezetünkért. Jó hangzik, igen. Nóra, Kinga, nálatok mi újság? Hát nekünk úgy van egy gyíkunk, hát hozzánk költözött kint az udvaron, mert van sok fa kell, hát kisebb fadarabok vannak a kertünkben összeszedve, ugye mi nem fával gyűjtünk be, mi radiátorral fűtünk, és így ott maradtak a kertünkben, oda pedig beköltöztek a gyíkok, úgyhogy ott hagytuk. És azóta minden nyáron látjuk őket. De jó. Vannak madárbarát kertek, meg rovarbarát kertek, gyíkbarát kert. Nagyon jól hangzik ez is. Tényleg csak néhány mondatban, mert szerintem úgy is találkozni fogunk még az elkövetkezendő időben itt nálunk a stúdióban is. Ugye szeptemberre is már tele vagy tervekkel? Lehet ezt mondani?
Igen, van benne egy pályázatunk, nagyon várom, hogy valami pozitív elbírálás legyen, és Gyöngyösváros önkormányzatától is kaptunk raklapokat, hogy előbbre legyünk a dologgal. Nagyon szeretnék iskolákba járni azokkal a PPT-kkel és előadásokkal, amiket most így a nyáron a gyerekek tapasztalatai és inspirációja alapján ismételten sikerül továbbfejleszteni. Most az iskolák is nehéz helyzetben vannak, tehát van, hogy még az utazási költséget sem tudják megtéríteni, ettől függetlenül én megyek és csinálom is. Úgy gondolom, hogy ez az egyetlen lehetőség, hogy az ismereteket bővíteni, és akkor másképpen fognak hozzáállni sokan. És hogy ez a tudatmódosulás megvalósuljon, látogassanak el a Bari tanyára, akár rövidebb, akár hosszabb időre. Egy gyors kérdés, igen. A kis Bari, aki itt volt a múltkor, ugye jól van, növöget, egész legközelebb hozd le, légy szíves, az jó magad. Egyáltalán nem lett volna probléma, mert nagyon zokon vette, amikor becsuktam előtte a kaput, és ő otthon maradt, úgyhogy elég határozott elképzelése van már dolgokról. Nagyon szoros napi rendje, a vendégeink, akik nálunk vannak, minden délután 6 órakor viszik ki legelni, pórázon, és együtt járnak a boltba vásárolni Barikával. Jaj, de jó, legközelebb mindenképpen találkozunk velük. Legyen így, és hát sok sikert kívánok nektek személy szerint a felnőttek tudatmódosításához is, meg a célkitűzéseitekhez is, és hát Tünde, bízom benne, hogy az iskolákat megtalálva, és a gyerekek a saját intézményeikben is majd hasonló új kezdeményezésekkel tudnak akár visszatérni az iskola kezdést követően. Igen. Bocsánat, csak még egyetlen mondat, most kaptam meg a Jane Goodall intézettől azt a felkérést, így, hogy Kapolcson voltunk, és az előadások után nagy sikerünk volt, hogy a Bari tanyából szeretnének egy regionális központot csinálni, tehát akik itt a környéken szeretnének ebben a rocensus csoportban egy kicsit elmélyedni, függetlenül attól, hogy pedagógus vagy csak egy marék gyereket vagy felnőtt csoportokat tart, akkor valószínűleg a Bari tanyán, mint regionális központot így keltetőként nagy szeretettel várom azokat, akiket érdekel ez a téma, és úgy gondolom, hogy elég mélyen belástam magam, hogy tudjak segíteni. Ebben biztos vagyok. Köszönöm, gyerekek. Igen, hogy itt voltatok. Irány a Bari tanya. Köszönöm szépen, várom vele magukat, önök is, ti is, és sok sikert nektek a továbbiakhoz. Köszönjük szépen.